Petrás Máriát milyen szív, milyen lélek hozta ide az Annalétre? A több éve meghívtak először ide, még Tultvai Béláék, az indításkor, vagy az első rendezvényeken ők itt voltak, és akkor is, még most is tiszta szívvel jövök ide, reményekkel, hogy egyszer csak megszaporodunk, és egyszer-egyszer csak többen leszünk, és elegen leszünk. Én azt gondolom, akkor is az a legfontosabb, hogy tiszta emberek, jó magyarok jöjjenek ide, Isten tisztelő, Mária tisztelő emberek jöjjenek ide. Én azt gondolom, ez a legfontosabb, hogy ezek majd példát adhassanak azoknak, akik még nem jártak ide, akik még nem jöttek ide erre a csodálatos rétre, akik még nem hallottak arról, hogy mennyire szükség lenne erre az engesztelő kápolnára. Én azt gondolom, hogy erre mindnyájunknak szükségünk van, azoknak is, akik hallottak róla, azoknak is, akik nem hallottak róla, mindnyájunknak nagy szüksége van erre a kápolnára, erre az irányzatra, erre a gondolkodásra. Én nagyon-nagyon fontosnak tartok minden olyan megmozdulást, ami a felemelkedésünket szolgálja, és a felébredésünket szolgálja. Én gondolom, hogy minden kicsi vagy nagy dolog nagyon-nagyon fontos, ha azt szolgálja, hogy felemelkedjünk, igaz utunkat járjuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Viszontlátásra!